megkérem Márki Balázs osztályvezetőt, hogy a KSZ-i átadást ő prezentálja neked. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai továbbképzésünkre. Örömmel köszönjük elegetlenek a feladatnak. A KSZ-díja 2022-ben Baki Ferenc négy Rózsika kapja a Besnyői Szolgáltató Helykönyvtárosa. Rózsika 2006-on talált ki a Besnyői Község könyvtári feladatait. Tavaly tündérkönyvtáros kitüntető címet is elnyert. Két gyermeke és három unokája van. Rácsalmáson született, eredetileg magyar nyelv és irodalom, valamint orosz tanárszakon végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, de már előtte is tanított és nevelt gyerekeket, állami gondozottakat, óvodásokat, alsós, felsős fiatalokat. 1988-tól 2008-ig az iskola igazgatója volt, majd lakközigvezető. 2017-től a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület elnöke. 2020-ban a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési és közönség kapcsolati szakember képesítését is megszerezte. Már az iskolai időszak alatt is folyamatosan képezte magát, többek között járt gyógypedagógiai asszisztens képzésre, vezetőképzésre, tanulást segítő tanfolyamokra, mozgókép kultúra és erkölcstankultusra, számítógépes, minőségügyi projektmenedzsment képzésekre. A könyvtárhoz a helyi Arany János általános iskola révén került közelebb, fontosnak tartotta, hogy a középiskolásokat is ellássák olvasmányokkal. Az iskolából szemközálló könyvtár úgy vette át 2006-ban, hogy előtte személyzet hiányában zárva tartott, így kellett eleinte boldogulnia egyfajta önkéntes küldetésben. A KSZ-el csatlakozás nagy előrelépést jelentett, mivel keretbe foglalták a foglalkoztatását és a szakmai tevékenységet is. Rózsikának fontos a pedagógus pályán eltöltött több mint 40 év tapasztalatának hasznosítása a település felnőtt és gyermeki közösségei részére. Az olvasókat szívesen látja, segít a könyvválasztásban, minden héten szervez a nagyköriseknek könyvtári foglalkozásokat, amiket a gyerekek nagyon szeretnek. Az országos könyvtárnapok alkalmából egész hetes rendezvénysorozatot szervezett író-olvasó találkozóval, rajzpályázattal, játékos foglalkozásokkal. Minden évben a könyvajándékozás nemzetközi napján megajándékozza az alsós iskolásokat egy-egy könyvvel. Nyaranta könyvtári tábort szervez, amire szívesen járnak a gyerekek. Munkájára jelentő az alaposság, fontosság, munkájával, személyiségével, a település életének fontos részévé vált. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk. De a pedagógus örömből, a magyar tanári örömből nem tudott kibújni, és ezzel vonzom be a gyerekeket. Tehát jönnek, és már várnak, hogy már mióta várunk, hogy mikor jössz, és ugye adsz nekünk feladatot, és most hajtogat kis cicát, és közben olvasok nekik mesét, és utána beszélgetünk róla. Tehát ennyi, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az elismerést. Azt hallottuk, hogy hát ennyi, de valóban így van, hogy nem kell sok. Azt gondolja a könyvtáros, hogy csak ennyi, amit csinál, ez nem nagy dolog, de közben generációk nőnek föl, és gyerekek akkor lesznek olvasók, hogy cica hajtogatás közben esetben hallgatnak.